Pályaorientációs nap és ünnepélyes aulaavatás. November 20-án a Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András szakközépiskolájának és szakiskolájának igazgatója Törökné Beke Ida köszöntőjében bemutatta az iskola múltját, majd méltatta névadóját, Hámori Andrást, akinek emléktábláját az iskola diákjai, mint minden évben most is megkoszorúztak. Ünnepi beszédet mondott Pardi Sándor főigazgató, a szakképző centrum igazgatója, és átadásra került a felújított aula. Az ünnepi perceket követően a pályaorientációs program keretében az igazgató bemutatta az intézményi munkát, a gyakorlati képzést, ezt követően előadásokat hallhattak a résztvevők. Az intézményi munkát szakmai kiállítással is szemléltették, de lehetőség volt a szakmacsoportok munkáját közvetlenül is megtekinteni. Az ünnepi eseményen közreműködtek a Fekete László Zeneiskola növendékei. Thank you.
Thank you.